Hát, hogy könnyű-e a múzeumban dolgozók élete, vagy legalábbis a régészek élete, arról nemrégiben azért ugye a laikusok is kaphattak egy kis bepillantást, ugye volt egy nyílt nap, és éppen azt kérdeztem, hogy vajon hogy sikerült, hát közben szóltak az égiek, ők úgy gondolták, hogy az esőre nagyobb szükség van, de így is egy nagyon érdekes és színes programja volt ez a Józsa András Múzeumnak, és én mindig nagy örömmel látom, hogy újabb és kreatívnál kreatívabb ötletekkel próbáljátok az embereket a múzeumba járásra invitálni vagy megszerettetni. Nos, most június 23-án ismét a múzeumok éjszakája miatt lesz, azt hiszem, hogy hangos a Józsa András Múzeum. Mi mindennel készültök, igaz, hogy kis akadályok vannak ott, ugye a tér sajnos most nem használható, de úgy gondolom, hogy bent majd mindennel kárpótoljátok a látogatókat. Akkor kezdem én, üdvözöllek benneteket, kedves nézőket is. Jó, hogy említetted a teret, mert hogy egyik társrendezvénye a Múzeumok Éjszakájának a Nemzetközi Jóga Nap és Ganges Duna Kulturális Fesztivál. És hát most a Benczúr téren sajnos nem tudnak jógázni, éppen ezért a Hősök terére fognak elköltözni. Reméljük jó idő esetén, de persze rossz idő esetére is van esőtervünk. Egy másik helyszín szintén a levéltár, akit muszáj, hogy megemlítsek, mert évek óta társrendezvényünk, levéltárak délutánja, tehát oda is várjuk a kedves vendégeket, illetve a harmadik helyszín a vízügyi gyűjtemény, akik szintén kapcsolódnak ehhez az éjszakához, tehát oda is el lehet menni, és hát természetesen a Kállai gyűjteménybe is. És ugye itt most azt gondoljuk, hogy ez csak kifejezetten egy éjszakai rendezvény. Nos, hát akkor ezek szerint nem, itt már ugye kora délután elkezdődnek a programok. Tulajdonképpen azért kapta ezt a nevet, mert hogy a mindennapokhoz képest egy sokkal későbbi időpontban zár a múzeum, és talán így van valami izgalmas, hogy ott éjszaka ott lehetünk a műtárgyak között. Bár azért erre volt már példa a Józsa András Múzeumban, máskor is kinyitottatok éjszaka. Így van, ilyen volt a Szeúzó kiállítás, amikor volt két maraton Szeúzunk, két napon keresztül, egy péntek és egy szombati napon keresztül, napokon reggel 8-tól éjfélig volt nyitva a kiállítás. És ezt szeretném most a Munkácsi kiállításon is elérni, hogy a látogatottság is legalábbis olyan nagy legyen, mint ahogy volt éjszaka is látogatunk. Hát ezen a Múzeumok Éjszakája napon is június 23-án minél többen tekintsék meg elsőként a Munkácsi kiállítást, amely október 14-ig látható, és regisztrálni kell, mert hál' Istennek beindult a regisztráció, tehát úgy néz ki, hogy nagy érdeklődésre számíthatunk ezzel a kiállítással kapcsolatban is. Ez akkor úgy néz ki, hogy aki a Múzeumok Éjszakájára érkezik, az is csak akkor tudja megnézni, hogyha regisztrál? Nem, köszönjük szépen a kérdést. Mentesítjük ezt a napot természetesen. Ezen az éjszakán egyetlen karszalag megvásárlásával bárki jöhet, és ugyanúgy a Józsa András Múzeumban is, és a Kállai gyűjteménybe is minden programon részt vehet. Azért kérdezem ezt, mert ugye azoknak, akik nap mint nap mondjuk számítógép előtt ülnek, vagy okostelefonnal rendelkeznek, ezek már tényleg egy pár kattintás, de mondjuk egy nyugdíjas generációnak, aki még esetleg nem végezte el a kattints nagy tanfolyamot, lehet, hogy ezek egy picit nehézségbe ütköznek, és talán ilyenkor nagyobb, vagy könnyebbség számukra, hogy tényleg mindenhová betekintést nyerhetnek. Egy picit, ha már a nyugdíjasokról volt szó, beszélgessünk a gyerekekről is, hiszen ezen a napon azért már véget ér, ugye a suli, hál' Istennek, egy kicsit tovább fönn lehet maradni, és hát minden évben nagyon sok gyerek is látogatja a Józsa András Múzeumot. Mi mindennel készültek a kisebbeknek? Mindkét helyszínen, a Kállai gyűjteményben is, és nálunk is a múzeumban bábszínházi előadás, nem egy időpontban, úgyhogy mind a kettőt bárki megtekintheti, ha úgy gondolja, hogy egyiket is, másikat is szeretné. Beszélek előbb akkor a nálunk lévő helyszínenkről, és majd Laci meg elmondja a Kállai gyűjteményt. Csillagászok lesznek nálunk, mindenféle kütyükkel, látszerekkel, és hogy nevezik ezeket? Látcső és távcső, és mindenféle eszközt hoznak magukkal. Üveggömb. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes lesz. Különböző restaurálási folyamatokba tekinthetnek bele, illetve festészet, tehát egy kis kézműves alkotó foglalkozás. Aztán lesz nyomozós játékunk, de hát kilépnek majd a
művészeti szakközépiskola tánc tagozatos gyönyörű lányai, mint élő szobrok. Nagyon-nagyon sok mindennel várjuk a gyerkőcöket. Na, akkor átsétálunk ugye az utca másik oldalára. Így van, nem is kell messzire jönni, hogy a Kállai Gyűjtemény újra kapcsolódott, bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakája programba. Gyerekprogrammal, mint ahogy Ági említettem, is készültünk, direkt úgy, hogy ne üssük egymás programjait, hogy minél színesebb és, hogy mondjam, látványosabb legyen a dolog. Mi, amivel kiegészítettük a Múzeumok Éjszakája programot, az egy kiállítás lesz, a Koszta Zoltán bőrműves iparművésznek a kiállítása, aki Emlékezetek utatok kezdetére címmel szervezt és adta azt az anyagot, amelyet őképpen a honfoglalás korára tehető harci öltözetek és úgymond lóvérteknek, ami mind bőrből készült, ezeknek az anyagából lesz egy gyönyörű szép kiállítás. Mellette lesz, mondjam azt, hogy múzeumpedagógiai foglalkozás is, mert bőrből készült dolgokat lehet majd ott a gyerekeknek, illetve aki érdeklődik, készíteni. Külön színfoltja lesz ennek a estének egy olyan program, ami mondjam azt egy kicsit múzeumpedagógiai szintén, ugyanis vadállatok és vadmadarak bemutatóját tervezzük, és ezen az estén egy szürke farkas látogat el hozzánk. Ma már volt szerencsém a Kállai Gyűjteménybe megtekinteni ezt az élőállatot. Így van, és egy szirtisas, illetve egy Solymász fogja bemutatni a érdeklődőknek ezeket az állatokat, illetve madarakat. És már ott van a farkas? Ma az úriember belátogatott, mert bizonyos adminisztrációs dolgokat el kellett végeznünk, de hozta maga ezt egy gyönyörű szép állatot. Fantasztikus élmény volt. Annak gondolom, volt ott van a farkas, megeszik egy-két embert, néhány múzeumért, és akkor nem lesz éhes. 7 hónapos korától ő neveli, de nagy élmény volt. Gondolom nagy élmény lesz, aki szintén ellátogat a Múzeumok Éjszakájára, de mellette zenés programunk is lesz, mert a ukulele triót hívtuk meg, illetve a Safety Prol együttes is nálunk fog zenélni. Mellette pedig egy kis forgatag, egy kis étel, ital. Kis gasztronómia, azért az így is van, mindig szokott lenni. Tehát egy kis kovácsműhelyben lesz rendezve. Tehát mondjam azt, hogy szerintem mindenki meg fogja találni a magánynak valót, mind a múzeumban, mind pedig a Kállai Gyűjteményben. Hát és akkor, hogyha most már ott reméljük, hogy rekordokat dönt majd a nézőszám, akkor utána már csak arra buzdítjuk a nézőket, hogy ne felejtsenek el regisztrálni. Azért erről mondjunk egy pár információt, hogyan kell regisztrálni, hogyha Munkácsi kiállításra valaki szeretne eljutni. A regisztráció a munkacsi.josamuseum.hu oldalon lehetséges, és tulajdonképpen ugyanúgy, mint a SZEUZO esetében, interneten, telefonon, És személyesen is fogadjuk. Tehát akkor akár nyugodtan besétál a múzeumba, és bejelentkezik, és akkor kap egy időpontot, amikor elfárad. Annyi, hogy nem fél óra, hanem egy órás lehetőség van arra, hogy a kiállítás anyagát mindenki nyugodtan meg tudja tekinteni. Klimatizált környezetben ez előírás is volt, és jelenleg most már tegnapi nappal a festmények lassan, de felkerültek az alkotások a kiállítóterembe, úgyhogy milyen érzés úgy élőben. Fantasztikus volt bemenni, mert egészen más, amikor egy ember egy üres kiállítóterembe lép be, és utána pedig meglátta ezeket a festményeket, a világítás, maga a hang, hát fantasztikus volt. Hát köszönjük szépen, akkor június 23 Múzeumok Éjszakája, reméljük nagyon sokan ott lesznek.